1848, te csillag, te a népek hajnal csillaga. Megvirradt, fölébredett a föld, fut a hajnaltól a nagy éjszaka. Piros arccal jött te hajnal, piros arccal vadsugára, komor fényhet a világra. Epirulás, vérharag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében. Mikor eső mos arcunk, a nap szárít fel, mesél még a múltról, te Petőfi vers. Szaggat a szél, vagy húránk a hó, testünk közi földet, 1848. Nagy idők, beteljesült az írás, jósolatja egy nyáj, egy gyakor. Vallás, van a földön szabadság, aki mást vall, rettentőn lakol. Régi szentek, mémbelestek, földút szobrai kövéből, új dicső, szent egyház épül. A kék eget veszük boltozatnak. A stúdióban a modernkori Petőfi megtestesítője és cimborája, Puskás Dalos Peti és Ekanem Bálint. Sziasztok! Hát egy az egy Petőfi Sándor. Te vagy a Petőfi, én pedig a néptáncos. Cimbora. Sziasztok! Nagyon humorosra sikerült a klip. Köszönöm szépen! Petőfi Sándor bőrébe bújtad. Hogyan képzelitek el 2023-ban Petőfi Sándort? Hogyan képzeljük el? Hát ezzel megfogtál ezzel a kérdéssel, mert és azt szeretük volna a klipben bemutatni, hogy Petőfi Sándor, hogyha 2023-ban jön, akkor vajon hogyan reagál arra, hogy kis könyve van, terek vannak róla elnevezve. Kultusza van. Tehát koncertek vannak, dalok vannak róla. Szóval ezt próbáltuk megfilmesíteni. Hát végül is megfilmesíteni másfél órával kevesebb lett, tehát azt nem sikerült. De hát remélem végül is azért átjön. És amit mondtál, hogy átjön a humor egyébként ennek, hogy igen, azért nehéz hozzányúlni Petőfi Sándor bármely költeményéhez. Óvatosan kell kiforgatni, tehát, hogy ízlése azért megmaradjon, de ettől függetlenül azért pátoszba nem menjünk el, és főleg egy olyan dallal, meg egy olyan verse 1848, ami azt gondolom az egyik fő szabadság amúgy, verse. Amúgy én izgultam pontosan amiatt, amit előbb mondtál, hogy ne írjuk át a verset, meg hogy fogjuk meg. Ugye én régebben versmondó versenyekre jártam, és nagyon szeretem a verseket, és amikor mondta a Pető, hogy feldolgozunk most egy Petőfi verset, akkor tényleg megijedtem egy kicsit, de aztán főleg meghallottam. Főleg mondtam, hogy hozzáírok. Akkor meg főleg amúgy tényleg igaz, és de aztán szerintem jól sikerült. Köszönöm szépen. De azért ez egy ritka helyzet, amikor tényleg egy ilyen műhöz valaki hozzányúl és hozzáír egy verset. Én is jártam versmondó versenyekre, de valahogy igen. Mindig féltem volna egy ilyen feladattól. Mennyiben más egy ilyen munkafolyamat? Annyi zenét szereztetek már, nagyon régóta álltok színpadon. Én azt gondolnám, hogy ez egy sokkal nehezebb feladat volt. Nagyon nehéz feladat volt, és szerintem legalább 3-4 változata volt a dalnak. Emlékszel, Eka? Emlékszem, igen. Nagyon ilyen bús, borongós, ilyen lassú, ilyen tábortűzés hát, változata. Egy általában egy versfeldolgozás igazából. Igen, aztán átmentünk egy kicsit ilyen klasszik rockba, és aztán végig is arra gondoltam, hogy amúgy én szeretem a Daft Punkot, lehet, hogy azt kéne megnézni. És akkor igen, de ez adta ugye, amúgy a Bieber-cös hangzását abszolút, szerintem, amitől lett egy jó kis húzása. Igen, és tényleg egy tábortüzes ilyen összeröfenés volt az irodalom táborban. Nekem is remélem. A dalszövegen mennyire kellett változtatnotok, mert írtatok hozzá egy refrént is. Igen, írtunk hozzá refrént, tehát nehéz volt. Tehát nehéz volt úgy megszülni. Hát Petőfi Sándor mégsem popdalra írta ezt a szöveget, és azért nehéz volt úgy ráhozni egy popos énekdallamra, és aztán, hogy azért egy refrénben azért ez ki tudjon nyílni, ott úgy éreztem, hogy ott kell egy refrént írni. Tehát ott valahogy meg kell fogalmaznunk az árspoétikáját ennek a dalnak, és azt, hogy mit gondolunk erről a szövegről.
hát bízom benne, hogy jól sikerült, és nem meggyaláztuk Petőfi Sándornak a sorait, de kellett, mert azt éreztem, hogy egyszerűen ki kell lépnünk a versből, a vers ritmikájából, és a dallamokban is valahogy meg kell nyílnia. Ahogy néztem ezt a klipet, én azt éreztem, hogy valahol ez egy időutazás. Ugye maga az, hogy egy refrént írtatok ehhez a költeményhez, illetve mondhatjuk azt, hogy a költő óriás, ugye a mai modern Budapestben helyeztétek el. Milyen volt ez a forgatás? Azt mondtátok, hogy ugye a szöveg az nehéz volt ezt megírni. És nagyon hideg volt. Nagyon hideg. Mármint a forgatás. Igen, a forgatásra gondoltam. Mennyire terveztétek meg pontosan? Nagyon megterveztük, de rögtön az elején végül is el is hibáztuk az egészet, mert az e-mailben sajnos ezt elfelejtettem elolvasni, Radu Bence rendeztem hogy a klipet, hogy fekete gatyában kéne jönnünk. Ezt elfelejtettem közölni magammal is, meg Ekával is, és ezért végül is hát egy másfél órával később kezdtünk ezért, hogy végül is azért valahogy kinéz és ne ebben a szürke gatyában legyek Petőfi Sándor. Meg hát a lovas rész volt egy olyan, amikor azt szerettük volna, hogy tényleg a legszebb arcát mutassa a hajnali táj, amikor a lovak kijönnek. És akkor az első lovas helyszínre kimentünk, szerintem ilyen este 7-kor, amikor már full sötét volt. Igen, annak semmi értelme nem volt, tehát igen, azt át kellett egy kicsit gondolnunk, viszont aztán másnap hajnali 5-re, 5:30-ra mentünk. Igen, az meg nagyon korán volt, de szép volt. Meglegyen az a 20 perc, amikor kell fel a nap, és akkor jönnek a lovak, és wow, a Gics parádéba beleolvadunk mi is. És már említettétek, hogy a zene az nagyon Bieber-zös lett, tehát itt a 80-as éveket sikerült is talán mondhatjuk megidézni. Igen, bár most már kezdünk átfolyni a 90-es évekbe, tehát hogy most végülis az utolsó koncertünk is a 90-es évek tematikájában ment le, és hát nagyon sikeres volt, úgyhogy ezt tartanunk is kell, mert azok a visszajelzések, hogy ezt bírják az emberek, és hát én is bírom, és hát örülök neki, hogy most elővettem a Scooter kazettáimat, és azokat újra meghallgathatom, és átemeltem bizonyos dolgokat. Te is nagyon bírod, annyira vártad már, hogy jaj, bárcsak a Scooter felcsendülne a zenénkben. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és ugye február 10-én csak annyit szeretnénk mondani, hogy ott voltunk a koncerteken, ami ugye itt volt a hajón, úgyhogy adás után mindenki ment le, és akkor tudjátok, az egész stáb imádta. Köszönöm, főleg a Dániel Fügergő, aki nagyon el is ájult a végére. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.